Na, először is bemutatkoznék. Itten. Én vagyok. Mr. Tanárbácsi. A szoknyás tanárbácsi. Na most akkor először is engem, hogy hívnak, az tök mindegy. Aztán vegyük azt, hogy a fény lehet, hogy nem kicsit irritálni fogja a szemeteket a fény, ha nem látja, nem látok jól a táblára, akkor írjátok kommentbe. Szóval, kezdjük is el. Ez most az élelmiszerismeret felső fokon. Na most akkor beszéljünk arról, hogy gabonaszem felépítése. Na most a gabonaszem az áll a csírából, a magbelsőből és a héjból. Más néven a magbelső ugye az a liszt test. Na most a csíra ugye az a fehérje. Mármint, hogy a csíra ugye áll fehérjéből, zsírból, cukorból, vitaminokból, meg enzimekből. Hogy mik azok az enzimek? Ne kérdezzétek! Na most akkor. A magbelső, ugye a lisztest, az megáll egy keményítőből, meg fehérjéből, meg sok-sok más mindenből. A héj, az ugye cellulóz, ásványi só cuckombolya. Na most akkor. Az van, hogy a csír, az le van írva úgy, hogy fehérje, ugye zsír, aztán cukor is található benne, meg sok-sok-sok-sok millió egyezer értékes vitaminok, de ez nem számít. Közben itt nézem, hogy a szoknyám ne lehessen. Aztán, ugye, a magbelső, vesszük most már a csírát, azt már elemeztük, kész, most jön a magbelső full HD-ba, full HD minőségbe. Keményítő, 50-75%-ban található benne. És fehérje található, plusz, mármint, hogy ezek az UN sikerképző fehérjéi. Tehát az UN sikerképző fehérjéi. Ezt jegyezzétek meg, mert nagyon fontos dolog. Aztán vízben nem oldódnak, de maximum megdagadnak. Szóval ennyi. Aztán, de viszont tartalmaznak olyan üzét, mondjátok már mit, azt a cuccot, fehérjét, ami oldódik. Szóval van olyan benne, ami vízben nem oldódik, csak megdagad, meg van olyan benne, ami vízben oldódik, és oldódik. Aztán ezt is elemeztük. Jön a héj. A héj a legfontosabb dolog, de mégis az a legkevésbé. Na mindegy, most egy magyar szó volt. Egyszerű, most ugye az élelmiszer ismeret össze van bomlva a magyar órával, szóval én tanítom nektek a magyar órát, a joci kifejezéseket, tudjátok. Nagyon fontos ez is. Aztán, most nem tudom amúgy, hogy jött rám ez a tanárbátyiskodás, de mindegy, vegyük komolyan. Aztán, ugye, a cellulóz és a ásványi só. Kedves osztálytársaimnak üzenem, hogy most ebből a videóból tudnak tanulni holnapi dolgozatra. Főleg ha ma fölrakom. Ma föl, ahhoz föl kell raknom. Na mindegy. A cellulózból áll, ugye? És ásványi sókat, foszfort, kálciumot, magnéziumot, gálliumot és B1 vitaminokat tartalmaz. Aztán alleuron réteg, vagy mi az Isten ez? Aleuron réteg, fehérje tartalom és ásványi anyagok, de feldolgozásnál ugye eltávolítják. Hát most akkor miről is beszélünk? Arról, hogy ez nagyon fontos a dologba, de viszont a mi szervezetünk számára kevésbé fontos. Hát mondjuk tele van vitaminokkal, meg itt írja, hogy kálcium, meg magnézium, meg izé, de az nem számít. Mert ugye a magbelsőben van éppen annyi fehérje, hogy 50-75% az éppen elég nekünk. Hát lapozzunk. Most jönnek a lapozások. A 28. oldalra, gyerekek. Megfordulok. Ilyenkor kicsakott nézni a tanárnél, hogy nézze az ablakot, hogy hú, de szép idő van kint! Na és akkor jönnek a lisztek. Úgy van ez, hogy nem tudom. Ja igen. A malomipari legfontosabb termelői, vagy mi van? Ez értelmes mondatú? Mindegy, nem számít. A lényeg az lényeg, hogy előállításuk őrzéssel történik, vagy a üzével, meg a üzével, mindegy.
amit olvassátok el a 94. oldalon fönt, szóval amúgy, na mindegy. Szóval, mindegy. Előállításuk úgy kezdődik, hogy őrléssel történik. Ugye úgy kezdődik, megőrlik a lisztet, ugye. Bekerül a gyárba, ott megőrlik. Lesz belőle ilyen porcuc. Aztán, hazánkban, ugye a búza, és kis mennyiségben rozs, kukorica, rizs, szója, cuccombó, lisztek vannak. Ezek a lisztek, ezek a fontos liszt termékek Magyarországon, ezek a... Bocsánat, most nem fogom kisipolni, de mindegy. Szóval, hogy ezek vannak. Aztán jön a következő dolog, ami a búzaliszt, ugye az a finom liszt és a rétes liszt. Na most akkor, legnagyobb mennyiségben a vendéglátásban használják, hasznosítsák, stb. Igen, ez így van, ez tény. Aztán megnevezésük, betűk és számok. Na most nézzük csak ezt, hogy miért betűk és számok. Azért, mert a betűk, azért az az alapanyag, és a szemcse nagyságot jelenti. A számok ugye a hamutartalmát jelentik, hogy laboratóriumban az égés, hogy mennyi porcucot meg kell számolni szerencsétlen embereknek, hogy megszámolják a hamuszámot, hogy... szóval mindegy, kimérik, vagy nem tudom. Aztán az a lényeg, hogy a BL55 az a búzaliszt, a BFF55 az meg a búzaliszt. Szóval csak az egyik ugye a kétszeres fogás, nagyobb szemcsenagyság, a másik meg a száraz cucc, de utal is van írva, nem tudom mennyire lát. Száraz cucc, 0,55%. Aztán jönnek a darák, ez már csak ilyen azért végszó, már itt jelzőcsöngetés volt, mindjárt csinálunk egy zacskócsörgés, már ilyenkor már előveszik a gyereket a szendvicset, beborulok itten a szoknyába, összeakadt a lábom, mindegy, szóval jönnek a darák utána, a hántól termékek, a pejhek, puffansztott termékek, meg az ilyenek. Na ennyi lenne, bújjatok az ágyba, azt a többit nem mondom. Na jó, ilyen jó, csó. Ja, még annyit, hogy remélem tanultatok a videóban, mert azért ebből elég sokat lehetett, főleg a holnapi dolgozatra. Én ezt megnézem kétszer, és már ötös lesz. Na jó van, csó.